Korvinka gyermektánc együttes programja és műsora következik. A szolnoki Körösi Csoma Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola Korvinka gyermektánc együttese 1973 óta működik, Vásárhelyi Lajosnak, tehát Kukának köszönhetően, aki akkor a Tisza tánc együttes utánpótlás együtteseként alapította. 1996 óta Simon Gyula művészeti irányításával, közel 10 éve Bója Dávid művészeti asszisztenciájával, mára Nánási Alexandra és Balatoni Bianca női oktató alkotói munkájával. A készítők neve Bója, Nánási Alexandra és Bója Dávid, az előadás címe pedig, amelyet fogadjanak nagy szeretettel és nagy tapssal, Bodrog közi szösszenet.